Az ajtó hangja a régi, de a jármű új. Ebből a MAN Lions City GL A23-as csuklós buszból 7 érkezett az elmúlt napokban a megyébe. Ezzel együtt összesen 53 új busz viszi mostantól az utasokat, sorolta Paffédi Zoltán, a Volánbusz ZRT elnök vezérigazgatója. Ebből 7 darab csuklós busz a Nyíregyházi, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nagyvárosainak agglomerációs közlekedését fogja ellátni, ahol egy nagyobb utasigény van erre. 37 darab alacsony pradús, magyar gyártású Credo Econelbus a kisvárosok, közepes városok és a nagyobb városok összekötetését fogja szolgálni, és 9 darab normál padlós, nagy csomagtérrel rendelkező Credo Econelbus, ami szintén 80% magyar hozzáadott értékkel bír, a nagyobb távolságú utazásokat fogja a megye 17 millió utasa számára lehetővé tenni. Az új buszok szinte teljes megyében közlekednek, kisebb városokba és falvakba is el lehet jutni velük. Tilki Attila országgyűlési képviselő azt mondta, sokat lobbiztak azért, hogy a fehérgyarmati térségben is megújuljon a buszpark. Egy politikus számára mindig fontos, hogyha egy alulról jövő kezdeményezés célba talál. Azt hiszem, hogy 3 évvel ezelőtt lett Szarka Zoltán a fehérgyarmati kirendeltség vezetője, és az első beszélgetésünk során elém rakott egy papírt, ahol a térség autóbuszainak a kora volt felsorolva, és magam is megdöbbentem azon, hogy ha jól emlékszem, akkor ilyen minimum 4, de lehet, hogy 5-20 évnél is idősebb busz is közlekedett a térségünkben, és arra kért az új kirendeltség vezető, hogy próbáljunk meg lobbizni azért, hogy frissüljön, és újabb buszokkal gazdagodjon a térség. És örülök annak, hogy a mi alulról jövő kezdeményezésünk értő fülekre talált, hiszen vezérigazgató úrék örömmel támogatták a vidék kezdeményezését, hogy ne csak a megyeszékhelyen, hanem a kisebb térségek, településein, kisvárosokban is legyen autóbuszos fejlesztés. Így néz ki a Credo busz Econel 12, ebből 37 érkezett a megyébe. A buszokban minden ülésnél van biztonsági öv. Kerekesszékkel és babakocsival is föl lehet szállni, valamint modern utastájékoztató rendszert is beszereltek. Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke kiemelte, a buszok jó részt magyar gyártmányúak. Ez különösen fontos, hogy egy ilyen nagyfokú megújulása van egy infrastruktúrának, egy közösségi közlekedésnek, az lehetőség szerint az magyar beszállítók révén, magyar munkavállalók révén, magyar munka, magyar kreativitás révén valósuljon meg. Úgyhogy ezt különösen örvendetesnek tartom, hogy ilyen nagyfokú beszerzéseknél arra is figyelnek, hogy ezek magyar, persze Európai Uniós beszállítók, vagy Európai Uniós szabályoknak megfelelően, mármint közbeszerzési szabályoknak megfelelően, de ezek sikerült, hogy magyar termékek legyenek. Évente 17 millió utas használja Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a buszokat. A mostani fejlesztéssel a Volánbusz a teljes megyei járműállományának 14%-át cserélte le, amellyel a park átlag életkora 14-ről 12 évre csökkent.